Itt az új oltás, Nyíregyházán is elérhető a legújabb koronavírus elleni oltóanyag. A Magyar Kultúra Napja Szatmár Csekén Csorba Sándor kölcsei irodalomtörténész kapta idén a kölcsei emlékplakettet. Figyeljünk a kéményekre, a rendszeres ellenőrzéssel jelentősen csökkenthető a szénmonoxid mérgezés esélye. Nyíregyházán is elérhető a legújabb koronavírus elleni oltóanyag. A kölcsei televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A Moderna által fejlesztett új vakcinán kívül a szintén mRNA-s alapú Pfizer-Omikron oltás is kérhető. Időpontot az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér segítségével vagy telefonon lehet igényelni. Az oltás kizárólag a Vármegyei Oktatókórház Nyíregyházi Tagkórházában vehető fel minden héten szerdán és csütörtökön. Az Omikron új variánsa ellen véd a Moderna legújabb vakcinája. A szintén mRNA-s technológián alapuló oltóanyag Szabolcs-Szatmár-Berekben kizárólag a Vármegyei Oktatókórház Józsa András tagkórházában elérhető. Kétféle oltóanyagot tudunk nyújtani jelenleg a jelentkezőknek. Az egyik a Pfizernek az Omikron típusú oltóanyaga, a másik pedig ez az úgynevezett új Moderna. A régi hagyományos módon lehet hozzájutni, ugye volt ennek egy megszokott rendje, az EST-n keresztül van egy felület, ahol az oltásokra lehet jelentkezni, itt időpontokat közlünk ki, amennyiben azt tapasztaljuk, hogy elfogy, akkor teszünk ki újat, és itt az, úgy tudom, hogy most csak a szezonális oltást lehet kiválasztani. Régebben, aki esetleg ebben járatos és voltak tapasztalatai, az emlékezhet rá, hogy mindenféle oltóanyag föl volt itt sorolva, amivel az adott oltóhely rendelkezett. Most ilyen felsorolást nem kell keresni, csak a szezonális oltásra kell bejelentkezni, és itt az oltóhelyen fogjuk majd azt egyeztetni az oltásra jelentkező személlyel, hogy melyik oltóanyagot szeretné felvenni, a Modernát vagy pedig az Omikront. Az oltóanyagot azoknak javasolják, akik jogosultak a térítésmentes influenza oltásra is. Az oltás egy dózisú és már 6 hónapos kortól beadható. A vakcina alapimmunizálásra és emlékeztető oltásként is alkalmazható. Ha meg kell neveznem, akkor az idősek a legelesettebbek ezen a téren, de most azt tapasztaljuk, hogy a fiatalabb korosztály gyermekeket is gyakran megfertőzi ez a vírus, tehát nekik is célszerű lenne ezt fölvenni, de bárki, aki úgy érzi, hogy szeretne nagyobb védettséget, vagy gyakran mozog tömeges helyeken, ott tömegközlekedés, nagy rendezvények, utazás, ugye nem tudni, hogy a világban éppen hogy áll a koronavírus helyzet, tehát mindenképpen gyakorlatilag bárkinek javasolt lehet ez. Egy-két olyan betegségtípus van, ahol ezt nem javasoljuk, de ezt a helyszínen kell megbeszélni az oltóorvossal. Az új koronavírus elleni oltás Nyíregyházán az úgynevezett régi STK épületének első emeleti üzemorvosi rendelőjében vehető fel. Oltakozni kizárólag előzetes egyeztetés után minden héten szerdán és csütörtökön lehet. Az elektronikus egészségügyi szolgáltatási téren keresztül csak csütörtökre, telefonon azonban mindkét napra be lehet jelentkezni, a kórház központi számának 1329-es vagy 2050-es mellékén. Január 22-e 1989 óta a Magyar Kultúra Napja. Vasárnap Szatmár Csekén tartotta hagyományos ünnepségét a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei önkormányzat és a Kölcsei Társaság. A rendezvényen a Himnusz földje emlékéremmel jutalmazták azokat, akik közreműködtek a 200 éves himnuszt ünneplő tavalyi programsorozatban. Idén Csorba Sándor irodalomtörténész vehette át a kölcsei emlékplakettet. Balsors, akik régen hozzá végeztem. Megbűnhötte már ennél a múltat, sírva. Csíkos Sándor Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész szavalta nemzeti imádságunkat a Szatmárcsekei Református templomban szombaton. Az ünnepség ige hirdetéssel kezdődött, majd Varnus Szavér orgonaművész és Schwarz Zoltán hegedűművész játékát hallgathatta meg a közönség.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés 2023-ban jubileumi programsorozatot szervezett az egész vármegyére kiterjedően. A himnusz földje emlékérmet azok kapták, akik valamilyen módon segítették a 200 éves himnusz kultuszának öregbítését. A 200. évforduló alkalmából számos rendezvényt szerveztünk, illetve próbáltuk emlékezetessé tenni ezt az emlékévet monográfiák megjelenésével, aztán musicallel, fiatalságnak, képregénnyel, számos más egyéb programmal is, azzal is, hogy most egy emlék érmét is adtunk azoknak a személyiségeknek, akik támogatták, segítették ezt a rendezvénysorozatot. A 201. év is olyan fontos, mint a 200. év, és igyekszünk ezt az örökséget tovább ápolni Szatmárcseke önkormányzatával és a Kölcsei Társasággal egyetemben. A Kölcsei emlékplakettet S. Varga Pál, a Kölcsei Társaság elnöke adta át Csorba Sándor irodalomtörténész professzornak. Csorba Sándor nagyon régóta a Kölcsei Társaságnak ahogy mondtam, spiritus rektora, de hát az is természetes, hogy ilyen módon összeférhetetlenség volt, tehát furcsa lett volna, ha ebbe a minőségébe ő megkapja, de ugye most már ő szenior kutató, hogy így mondjam, és tényleg őszinte szívvel mondhattam azt, hogy nagyon régóta esedékes lett volna már, hogy ezt az elismerést megkapja, mert hát annyit mondhatok így még a laudáció kiegészítéseként, hogy a látható része a Kölcsei kutatásnak az a jéghegy csúcsa. Tehát amikor mi látunk cikkeket, monográfiákat, az a jéghegy csúcsa. Az a 9/10, azt pedig olyan emberek kristályosítják ki, mint amilyen Csorba Sándor. Csorba Sándor iskoláit a Sárospataki Református Kollégiumban végezte 1957-ben az ELTE bölcsészettudományi karán szerzett magyar történelem szakos tanári diplomát, majd a nyíregyházi Kölcsei Ferenc gimnázium alapító tanári karában dolgozott. Később kutatásainak középpontjában Kölcsei Ferenc, Bessenyei György és Szemere Bertalan életútja került. A Bessenyei és Kölcsei Társaság egyik alapító személyisége, utóbbinak alelnöke volt. Az első a meglepetés érzése, ugyanakkor azonban a másik, ami áthatja ilyenkor az ember gondolatvilágát, az a Kölcsei Társaságban végzett munka, amit én annak idején 1988 óta végeztem. Ennek persze többféle kihatása volt, de a teljesen maradandó az, hogy a társaság füzeteket jelentetett meg, és ezekben, ha jól emlékszem, nem 14, hanem 24 jelent meg. Ennek a gondozása állandó elfoglaltságot, állandó a szatmári közösséggel való kapcsolatot jelentette. Belül meg kétségkívül mindig egyfajta ösztönzést adott, hogy előre, előre. A templomi ünnepségen Várnusz Xaver az elmúlt évi díjazott is kézbe vehette emlékplakettjét, mivel külföldi turnéja miatt a 2023-as évben nem tudott a díjátadón személyesen részt venni. A rendezvényt a hagyományos koszorúzás zárta Kölcsei Ferenc síremlékénél a Kopjafás temetőben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság emberölés büntet megalapozott gyanúja miatt folytat büntető eljárást B.A. 30 éves nagydobosi lakos ellen. A nyomozás adatai szerint a nő január 21-én vasárnap este otthonukban családi veszekedés során mellkason szúrta élettársát, és ennek következtében a férfi a helyszínen életét vesztette. A nyomozók a bejelentést követően azonnal a helyszínre mentek, és elfogták a feltételezett elkövetőt. A rendőrök a gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.
2023-ban összesen 431 lakástűz keletkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. 52 alkalommal a szénmonoxid miatt riasztották a tűzoltókat, ketten életüket is vesztették. A szakemberek azt mondják, leggyakoribb ok, ami miatt szénmonoxid keletkezik, a kémény szabálytalan műszaki kialakítása vagy annak elhanyagolt állapota. A megelőzésben kulcsfontosságú szerepe van az ingyenes kéményseprésnek. Rendszeresen vonulnak a tűzoltók kéményben égő, lerakódott korom miatt. 2023-ban összesen 1132 alkalommal riasztották a tűzoltókat országszerte szénmonoxid miatt. Ez ugyan kevesebb, mint a 2022-es adat, de közülük 261-en szenvedtek valamilyen mértékű mérgezést, ami 56-tal magasabb szám az egy évvel korábbinál. 15-en életüket is vesztették szénmonoxid mérgezés miatt Magyarországon. És Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is volt dolga a katasztrófa védelemnek. A 2023-as esztendőben 431 lakástűz keletkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ezen tüzek körülbelül ötöde a kéményből indult el, tehát kéménytüzes esetekről volt szó. A kéménytüzes eseteknél a jelzés után ugye a tűzoltó egységek azonnal vonulnak az adott ingatlanhoz, és legtöbb esetben ugye különböző kéziszerszámokkal eltávolítják a parázsló izzó részeket a kéményből, és természetesen átvizsgálják az ingatlant, akár a födémet, illetve a tetőszerkezetet, hogy esetleg a tűz tovább terjedte. Akkor keletkezik szénmonoxid, ha zárt térben nyílt láng ég, és nem megfelelő a levegő utánpótlás. Bármilyen nyílt láng forrása lehet a mérgező gáznak, függetlenül attól, hogy fűtenek, főznek, vagy vizet melegítenek vele. A leggyakoribb azonban, hogy a kémény szabálytalan műszaki kialakítása vagy elhanyagolt állapota miatt keletkezik szénmonoxid. Ennek elkerülésében kulcsfontosságú szerepe van az ingyenes kéményseprésnek. Nem feltétlen az a fontos, hogy mikor végzik el a kéményseprők a kémény tisztítását, vagy éppen ellenőrzését, hanem a rendszerességen van a hangsúly, ez a legfontosabb, hiszen aki fával vagy valamilyen szilárd tüzelőanyaggal fűt az otthonában, akkor annak évente érdemes átnézettetni a berendezést, a kéményt, aki pedig gázzal fűt, annak két évente javasoljuk az ellenőrzést és kémény tisztítást. Aki pedig társasházban él, az pedig eléri már a 2024-es sormunkatervünket a katasztrófavédelem honlapjain. Érdemes arra is odafigyelni, hogy mivel fűtünk. A műanyagoknak, ruhaneműknek, gumiabroncsoknak és a háztartási hulladékok egy részének lehet, hogy jó a fűtőértéke, viszont jelentősen rontja a levegő minőségét. Az elmúlt napok szeles időjárása javított ezen a helyzeten, jelenleg Nyíregyházán megfelelő szintet mutatnak a mérők, vagyis nyugodtan lehet élvezni a szabadtéri tevékenységeket. A Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeum és Tanulmányi Házban a Művészettel Istenhez című könyvvel ismerkedhetett meg a közönség. A találkozón részt vett a kötet szerkesztője, Legeza László is, aki arra kérte fel a könyv művészettel foglalkozó szerzőit, hogy a fiatalok számára is érthetően fejtsék ki, hogyan segítette őket hitük a művészeti tevékenységükben, illetve hogyan erősödtek meg a hitükben a művészet által. Állnak a fülkében, kinőről a szemnek, kikapar a szépen, de befelé, hol a falnak fordul háta, csak darabos szikla, durva törés tátok, ilyen szentek vagyunk. Török Máté a Mistral együttes énekes gitárosának közreműködésével tartották meg a Görögkatolikus Múzeum és Tanulmányi Házban Legeza László Művészettel Istenhez című könyvének bemutatóját. A múzeum vezetősége arra törekszik, hogy havi rendszerességgel különböző típusú kulturális programokat kínáljon az érdeklődők számára, mondta az igazgató Szabó Irén. Legeza Lászlót évtizedek óta ismerem, ő maga is görögkatolikus mérnök ember, aki nyitott a kultúrára a legtágabb értelemben. Ő maga is több könyvnek a szerzője és szerkesztője, valamint fotósa is egyben. Tehát
egyrészt innen ezen a réven ismerem, másrészt máltai lovagrendnek a világi vezetője is volt éveken keresztül, és mint ilyen a hátrányos helyzetű fiatalok nyaraltatásával is foglalkozott, és ezen a réven is kapcsolódtunk egymáshoz ilyen programokban is. Tehát a kapcsolat régről megvan, és Legeza Lászlónak személyes kötődése is van ehhez a régióhoz, és így adta magát a lehetőség és az alkalom, hogy miután megjelent ez a kötet, látván ezt, akkor meghívtuk őt, hogy mutassa be ezt a kötetet. Legeza László édesapja görög katolikus pap volt, aki parókusként Napkoron és Máriapócson is szolgált. A szerzőt saját bevallása szerint 50 éve foglalkoztatja a természettudomány és a keresztény vallás elveinek összeegyeztethetősége. Ennek a kérdéskörnek szentelte 2022-ben megjelent kötetét, amelynek címe Természettudomány Istenhez. Egy évvel később Művészettel Istenhez címmel jelentetett meg kötetet, amelyet már szerkesztőként jegyez. Fölkértem egy évvel ezelőtt a legkülönbözőbb művészeti területekről, művészeti területenként egy művészt, hogy írjanak a saját életükről egyfajta tanúvallomást, amely arról szól, hogy őket a művészeti munkájukban, vagy a művészetükben mennyiben segítette a hitük, illetve a művészetük mennyiben járult, erősítette, járult hozzá, vagy erősítette az ő hitüket. És 22 művészt kértem föl, hát jóval többen lettek volna, de hát meg kellett húzni a határt, és így készült el ez a könyv. Hozzátette, a kötet megjelenése óta elkezdett dolgozni a Sporttal Istenhez című új könyvén, amely folytatni fogja a már megkezdett utat. Az eseménnyel bővebben Weekend című műsorunkban foglalkozunk. Megszerezte 5. bajnoki győzelmét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, a Kék Cápák az NB1B piros csoportjának 16. fordulójában, 81-71-re nyertek Salgótarjánban. A tabella 11. helyén álló Kék Cápák szerdán 17 órai kezdettel az Éllovas Pécsi VSK-t fogadják a Continental Arénában. Kosárlabda toborzót tartottak a nyíregyházi Szent Imre gimnázium csarnokában. A nyíregyházi kosársuli az alsós lányoknak, az NKK ötvös pedig az alsós fiúknak igyekezett kedvet csinálni a sportákhoz. A rendezvényt a Kék Cápák kosarasainak bemutatója színesítette. A Kék Cápák kosarasai a pályán, a gyerekek pedig a lelátón. A csodálkozás és a szurkolás után az alsósok is birtokba vehették a küzdőteret. Kinek jobban, kinek kevésbé jobban állt a kezében a kosárlabda, de az látszott, hogy nem először találkoztak a játékszerrel és a gyűrűvel a fiatalok. A labdajátékok nagyon népszerűek, testnevelés során nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, és igyekszünk megszeretni felsőbb évfolyamosoknak is, ott már konkrétan a kosárlabdát, miután tantervi anyag, ez teljesen evidens, hogy a labdajátékok közül ez az egyik legjobb játék, amit szeretnek is játszani, illetve amit gyakran tanítunk is. A Szent Imre csarnoka a nyíregyházi kosársuli otthona. Bár az egyesületnek a legkisebbektől a felnőttekkel bezárólag valamennyi korosztályban van csapata, Farkasinszki Gyuláni szakmai igazgató szerint játékosból soha nincs elég. Mindenféleképpen szükség van a toborzásra, mert én úgy gondolom, hogy ma általában azt a sportágot választják a gyerekek, ami a lehető legnépszerűbb, ami a legtöbb ingert adja nekik, tehát hogyha sokat fogják látni, meg ki is tudják próbálni, akkor hamarabb fogják azt a sportágot választani, tehát hiába fogjuk nekik elméletben elmondani azt, hogy milyen szép ez a kosárlabda, milyen jó, milyen sok mindent lehet benne megvalósítani, megoldani, akkor fogja igazából érezni, hogy mit is jelent, amikor kezébe vesz a labdát és ki fogja próbálni. Tehát igen, nekünk is nagy szükségünk van arra, hogy minél több gyerek foglalkozzon ezzel a sportággal. Nagyon-nagyon sok az inger, a külső inger. Ugye azért a kosárlabda az egy kicsikét ilyen munkásabb sport, tehát itt azért meg is izzadnak a gyerekek. Ugye mennyivel szimpatikusabb egy tánc, ahol mindenki csillog-villog, ezért kell az, hogy megmutassuk, hogy ennek a sportnak is megvannak a maga szépségei, hogy milyen jó feladatokat lehet megcsinálni, mennyi eszközzel ismerkedhetnek meg, és milyen jó a fejlődésük szempontjából.
A Nyíregyházi Kosárlabda Klub a rendezvény apropóján egy kosárlabdás gyakorló csomaggal gazdagította az intézmény sportszerállományát. A klub U14-es és U16-os csapatának edzője Ferenci Tamás elmondta, hogy véleménye szerint mennyi idősen érdemes elkezdeni foglalkozni a sportággal. Ma már azt mondom, hogy minél hamarabb, leginkább azért, mert viszonylag kevés gyerek van, minden sportág verseng a gyerekekért. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége ezért találta ki úgynevezett kosárpalánta programot, ahol már általános iskola első osztályától labdás ügyességfejlesztő gyakorlatokat, különböző atletikai jellegű, illetve küzdősport jellegű feladatokat hajtanak végre a gyerekek. Az igazi kosárlabdát, amikor már azt mondom, hogy technikai elemeket, taktikai elemeket kezdünk el tanulni, azt általában a harmadik, negyedik osztályba szoktuk elkezdeni. Hogy aztán a toborzó hatására a pályán lévőkből mennyien kezdenek el kosarazni, azt nem lehet tudni, de az biztos, hogy mind a gyerekek, mind a cápák kosarasai jól érezték magukat a rendezvényen. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében Nyíregyházán érhető el a legújabb koronavírus elleni vakcina. A vármegyei oktató kórház Józsa András tagkórházában minden szerdán és csütörtökön lehet előzetes időpontfoglalással oltásra jelentkezni. 1989 óta ünnepeljük január 22-én a Magyar Kultúra Napját, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le és jelölte meg dátummal Szatmár-Csekén a himnusz kéziratát. Az ünnepi rendezvényen idén is Kölcsey emlékplakettet adtak át, továbbá a himnusz földje emlékérmek is gazdára találtak azok körében, akik munkájukkal közreműködtek a tavalyi jubileumi év programjainak létrejöttében. 2023-ban 52-szer hívták a térségbeli tűzoltók a szénmonoxid miatt, ez 20 esettel kevesebb, mint egy évvel korábban. Az érzékelők terjedésének köszönhetően csökkent a mérgezések száma. Összesen 9 ember szenvedett valamilyen mértékű szénmonoxid mérgezést a vármegyében. A szakemberek hangsúlyozzák, a baj elkerülésében kulcsfontosságú szerepe van a rendszeres kémény ellenőrzéseknek. Január 22-én hétfőn a Kölcsey televízió híradóját látták, nem sokára időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden nyugat felől felszakadozik a felhőzet, majd egyre nagyobb területen számíthatunk gyengén vagy közepesen felhős időre. Ezzel együtt a gyengülő csapadékzóna is fokozatosan kelet felé tevődik. Észak-keleten havazás valószínű, másutt az ónos esőt egyre inkább eső válthatja. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 2 fok között alakul.